Hogy megy minden arra? Mi? Nem tudom, majd esetleg ezzel a fekvárnak kérdezik. Hillary Clinton ellen felének lakítója Obama nagy úr kérdezik, hogy szerintem most se tudja, ki kivel. Azt a milyen lábad van. Az első négy órában a járványban. Oké. Folytassuk ki anyát. Meg kéne törődjek fél időben. Tehát nagyon biztos, hogy a Totti labdát tud tartani abból ki, és azt mondom, hogy nagyon jó korint a maga a királynak ez a két bomba, mert utána valahogy egy kicsit felszabadultabb volt a Róma, de azt mondja, hogy ez egy kicsit taktikai háború ez a mérkőzés. Tehát akkor már visszatállva, tudják már annyira, ki van sakkot, hogy minden egyes négyzetcentiméter a pályán belül, hogy kinek mi a védekezés vagy a támadási feladata. Én úgy érzem, hogy inkább a egymás hívásában, hogy valaki egy eladott labdából, vagy egy hirtelen megszerzett labdából, ki mikor volt tudja pontosan, és abban minden arra valami megyett ki. Ez egy érdekes dolog, hogy a Real Madrid a szokottnál lényegesen feljebb tolta a védeket, és próbál meg labdákat szerezni, és rengeteg labdát szerez is, viszont az más is megfordult, ugye sokkal kevésbé tűnik labda biztosnak, hogy akkor a Real mint máskor. Milyen van? Hát nem mondtad, hogy mit csinál. De ezt kérdezhetetlen. Szóval biztos, hogy van egy nagyon nagy tétjen, hát kimondottan a Róma. És azt mondja, hogy a Róma úgy lehet, hogyha ők elkezdik altatni a játékot, mivel mondtam, hogy egy nagyon jó politikus játékot játékosokat. Tehát elég jól érzik ezeket az egyéniket, világ gyorsan el tudják forgatni egyik területről a másikat, tehát elég veszélyesen tudnak kijönni. Tehát azért ezzel nagyon észnék kell lenni ezzel az úgynevezett támadással, de azt mondom, hogy amikor az elején, hogyha ott egy picit nagyobb sorba tudták volna tartani a rómaiakat, akkor egy ilyen bizony találkozott volna, akkor még jobban menni, de mondom, pont nagyon jókor jött a kérdés, aki erre a kérdés válasza az egész kérdésre. És még utolsó, erről már beszéltük, hogy egyébként valószínűleg a bírónak is kellene tanácsokat adni a fél időben, hogy mit kellene jobban csinálni, mert szerint a bírónak a gyenge és ezt a Madrid bánja. Így van, hát ezt kibeszéltük, hogy szerintünk is nagyon szétrúj a mérkőzés, tehát nagyon sokszor lehetne engedni tovább a játékot. Azt mondjuk, utána is lehet sárgát adni, hogy csak ki megy alatta, vagy bármi, tehát... Igen, a oldalon kialakulatot van, hogy 2-1-es játékát a szélét, tehát egy abszolút egy korvállalatot kapolni jönni. Mert a reálmat meg vannak annak, amikor tényleg, amikor azt mondjuk, hogy tovább lehetne engedni a játékot. És nem kéne ennyit fújni, mert tényleg azt mondja, a Róma nem marad, a játék is pedig nem volt folyamatos játék, és nem annyira a nézők számára élvezhető. Más, ami szakmai szakmai nézők, de egy néző